Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. A ma esti adást egy kérdéssel szeretném kezdeni. A kérdés úgy hangzik, hogy mitől válik sikersztorivá az életünk? Ez a kérdés úgy jött fel bennem, hogy a ma este egyik meghívott vendégével egy előzetes telefonbeszélgetésben voltam, és kértem őt, hogy jöjjön el és ossza meg velünk mindazt, amit átélt az egész élete során, és ő azt válaszolta nekem, hogy Lilla, nem biztos, hogy én vagyok a jó alany, mert én nekem nincs egy igazi jó siker történetem az életemről. És akkor megkértem, hogy hát azért tegyünk egy próbát, és írjon nekem magáról. Ez megtörtént, és amikor elolvastam, férjemmel együtt elolvastuk az élettörténetét, akkor azt gondoltuk, hogy ez valóban egy igazi sikertörténet. De nem csak egyedül van ő a stúdióban, egy másik kedves hölgy is van, ahogy ez lenni szokott szombat esténként, és úgy gondolom, hogy az ő élete is egy sikertörténet. Mert hogyan tudjuk ezt meghatározni, hogy kié sikertörténet, és kié nem. Én úgy gondolom, hogy mire befejeződik a műsor, önök is meg fogják látni, hogy mind a kettőjük élettörténete egy valódi sikertörténet. Azért, mert az Isten mindig velük volt, segített nekik a nehézségekben, és lehet, hogy nem minden rózsaszínű volt az életükben, de amin keresztül mentek, az valóban egy igazi történetté, sikertörténetté vált. És most szeretném köszönteni a stúdióban a vendégeimet, Esztert és Ildikót, és nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtátok a meghívást. Most egy rövid bevezető bemutatkozást szeretnék kérni tőletek. Először is, Eszter, tőled. Bojki Eszter vagyok. Zenetanár, nyugdíjas zenetanár, 5 gyermek édesanyja, és 14 unokám van. Fantasztikus. Ó, ez tényleg. Ildikó. Ó, hát én nagyon az elején vagyok, mindenképpen hozzá képes. Kedv Ildikó vagyok, egy férjem, 3 csodálatos gyermekem van, és a Magyar Hajnalének stúdióban tanítok most. Uh-huh. Köszönjük szépen. Ami azért közös az életetekben, hogy a zenei pálya az mind a kettőtöknek ismerős, hiszen így éltétek az életeteket. De talán ne ezzel kezdjük a beszélgetést, hanem arról szeretnék kérdezni, hogy hogyan nőttetek fel. Tudjátok, ez egy keresztény műsor, és igazából azt szeretném megkérdezni, hogy milyen értékek voltak a gyermekkorotokban, amit tudtatok hozni a felnőtt korotokba. Hogyan nőttetek fel gyermekként, Eszter? Én egy keresztény családba születtem. 7 voltunk testvérek, én voltam a középső. És mivel a felettem, alattam 2 fiú volt, és távolabbi volt a 2 lány testvérem, így nagyon csibész lány voltam, hogy a fiúk befogadjanak. És nagy szeretetben nőttünk fel, édesapám, édesanyám hívő emberek voltak, és jól kezeltek bennünket, sok csibészséget csináltunk, megtanultunk bocsánatot kérni, uh-huh. Ők mindig megbocsájtottak. Igen. És nekem nagyon jó volt, és furcsa volt, mikor először tapasztaltam, hogy ők is bocsánatot kértek tőlünk, ha néha valamit nem úgy tettek, vagy nem olyan helyes ítéletet hoztak, hogy ki mit csinált, és néha a tényekből úgy nézett ki, mintha az lett volna, és akkor odajöttek, és imádkoztak velünk együtt, és tulajdonképpen ebben nőttem bele, ezt el tudtam fogadni. Tudtam, hogy az Úr Jézus meghalt, értem, a megváltóm, azt nem nagyon értettem, hogy miért kellett neki meghalni, mert jól összeverekedtünk az öcsémmel, ezeket igazán nem tudtam helyén kezelni, de
hát eljött az idő, amikor ezt is igen, később. Arra is rátérünk. Igen, később ezt is megtapasztaltam és megértettem, és így tudtam tovább élni. Majd még visszatérünk erre a gyerekkorra, de most Ildikót kérdezném, hogy te is keresztény családban nőttél fel? Nem. Uh-huh. Én teljesen ateista családban nőttem fel. Édesapám cigányember volt, édesanyám magyar, és ebből adódóan kínosan ügyeltek arra, hogy minden rendben legyen velem kapcsolatosan. Nincsenek testvéreim, nem voltak testvéreim. Wow. Igen, ez nagy hiány volt nekem, de az Isten ezt is bepótolta. Uh-huh. Úgyhogy ez a terület egy teljesen rendben van. Tehát kínosan ügyeltek a tisztaságra, a jól neveltségre, mivel hogy előítéletek vannak a cigány emberek felé, uh-huh. és ezért egy nagyon csodálatos nevelést kaptam. Nagyon szeretetteljes légkörben nőttem fel. A családunk, annak ellenére, hogy én egyedül voltam, nagyon sok tagja volt a családunknak, a távolabbi családunknak is, és így sokat játszottunk együtt, tehát csodálatos emlékeim vannak. Édesapám nagyon vicces ember volt, édesanyám ő szigorúbb, és hát sajnos elég korán meghalt édesapám, ez egy nagy űrt hagyott maga után az életemben, nagyon nagyot, nagyon szerettem őt, de aztán a vigasztalást később jött ezen a területen is. Köszönöm szépen. Nekem, amit leírtál, Eszter, abban nagyon meghatározó élményként jött át, hogy a szeretett tankodat feltöltötték a szülők, és ez nagyon-nagyon sokáig neked ez rendkívül jó volt, mert tudtál ebből táplálkozni. Hogy történt ez így a gyakorlatban, a gyerekkorodban? Mit jelentett ez? Hát tulajdonképpen én felnőtt koromban jöttem rá, hogy az én édesanyámnak, édesapámnak mennyi nehézsége volt. Uh-huh. Ez az 50-es évek és a 60-as évek. Tehát Felvidékről kerültünk Miskolcra, mindent ott kellett hagyni, áttelepítés volt. Egy nagybácsi fogadott be, és kaptunk egy szobát, és ott 6 gyerekkel ott laktunk. Tehát fogalmam nem volt, mert mi ezt nem éreztük. Édesanyám nagyon szépen tudott varni, mindig nagyon szép ruhákba jártunk, de mindenféle régi kacatból vart olyan szép dolgokat a 3 lánynak, meg a fiúknak is. Nagyon jól tudott főzni. Azt is csak 20 éves koromban tudtam meg, hogy az a teja, amit mi mindig ittunk, és sose tudtam, hogy miért nem tudok én is olyan teját csinálni. Az abból volt, hogy szilva lekvárt megfőzött, felforralt, úgyhogy mi ezt sose láttuk. És akkor annak tejaszíne volt, édes is volt, és savanyú is volt. Aztán. És kipróbáljuk? Hát ki? És sose tudtam, hogy én miért nem tudok ilyen teját, de nem mondta meg. És szóval, hogy ezeket nem kötötték az orrunkra, nem úgy éltünk, hogy hú, mi nekünk hiányunk van ebbe-abba. Nem volt. Édesapám fizika-matematika szakos tanár volt. Hát az túlzása, azt mondom, hogy velem, de a bátyáimmal, a fiúkkal sokféle kísérletet csinált, amit onnan a szobasarkából azért nézhettem én is, meg szekrénybe bebújva cipős pasztadobozból telefont csinált nekünk. Szóval sok olyan élményünk volt, amit azokat mind eltakarta, ami tulajdonképpen ami az ő életüknek a nehézsége volt. Viszont mi az, hogy heten voltunk, mindig volt kihez kötődni, kivel elbeszélgetni, vagy megbeszélni, hogy ő bántott, ő meg elvette, ő meg most nem szeretjük őt, és úgyhogy egy jó hangulatú igen. életünk volt. Nagymamánk is velünk élt, ő is egy nagyon kedves, drága hívő asszony volt. Tehát nem érzékeltük azt, amiben ők éltek, és én azt igazán csak felnőtt koromban mértem fel, hogy ez nem is tudom, hogy tudtak. Nem hazudtak semmiben, de nem az volt a lényeg, hogy... Hát igen, Krisztus a szívükben élt. Igen, és ahogy ők éltek, az pedig teljesen hiteles volt, tehát... Kamaszkoromig eszembe nem jutott, hogy ez másképp is lehet. És aztán kamaszkorodban történt valami édesapáddal, hogyha erről mesélnél, mert ez egy
Nagyon-nagyon gyönyörű történet. Igen, hát ahogy mondtam, édesapám tanár volt, és a Miskolci Keresztény Testvéd Gyülekezetnek az egyik elöljárója is volt, és hát a hite miatt először próbálták megszorongatni, hogy előszerették volna léptetni, mert rendkívül jó tanár volt. De hát ugye nem lehetett, és akkor a végén azt gondolták, hogy akkor megtörik úgy, hogy azt mondják, hogy válasszon, vagy aláírja a papírt. Azt csinál, amit akar, csak írja alá, hogy nincs Isten, nem hisz, nem gyülekezett semmi, de őket nem érdekli, ha csinálja, de ezt vállalja fel. Különben sehol nem dolgozhat. Uh-huh. És azt gondolták, hogy ez azért egy 7 gyerekes családapát majd megtör. Uh-huh. És akkor édesapám a nagyobbakat leültette otthon, és azt mondta, hogy én úgy döntenék, hogy. Uh-huh. De ti is fogjátok annak a hátrányát szenvedni. Mit gondoltok? Uh-huh. Nem voltunk nagyon nagyok. Én 15 éves voltam akkor. És hát felettem még 3 voltak, és alattam is 3, de egyöntetően azt mondtuk, hogy hát ezt nem teheted meg, hogy... Uh-huh. És valóban 13 helyre ment el, nem pedagógusként jelentkezni, és a végén éjjeli őrnek se vették fel egy szerves trágyatelepre, mert azt mondták, hogy sehova. Akkor még mindig a személyzetosztályvezetőt kellett felhívni. Igen. És mondták, hogy nem, és... Akkor elment édesapám vagonokból cserepet meg téglát kirakni, és tehát persze mind a 10 ujjából folyt a vérestére, és este úgy fogta a Bibliát a kezébe, gyülekezetbe, hogy mind a 10 ujja be volt kötve. Aztán. És mégsem adta fel a hitét. Nem, és aztán lassan-lassan nem volt pedagógus többet, de aztán nem kellett hosszú ideig, de azért több mint egy évig. De 7 gyermekét jól megtanította az életre. És nekünk ez egy életre olyan lecke volt, mert nem volt jajveszékelés, nem volt állandó, hú, most mi lesz. Persze kértünk édesanyától, édesapától pénzt, hogy ezt kéne lenni, hogy most ez nincs, most nem az az idő van. De azt az egyenes kiállást, amit otthon édesapa és édesanyja részéről láttunk, az egy életre meghatározta azt, hogy Isten nem akkor van, amikor kézzelfogható áldásokat ad, nem akkor szeret, amikor minden jóval ellát, hanem Isten akkor is, és az édesatyánk, amikor ott marad egy tisztagú család. Igen, keresett nélkül, és napról napra meg kellett élni, hogy elment, jelentkezett, hú, persze, jó, egy telefon a személyzetű, jaj, ne, azt nem lehet felvenni, és minden nap haza kellett jönni, hogy ma sem. És az iskolába be kellett diktálni, akkor lettem konzis. És akkor úgy volt, hogy az első, második nap az osztályfőnökök beírták a szülők foglalkozását, meg minden, és én mondtam, hogy nem tudom, mert az apukám most új munkahelyre ment. Na jó, akkor holnap majd mondja meg. Holnap se tudtam megmondani, és 10. nap se tudtam megmondani, és rettenetesen szégyeltem, mert nem tudtam, mit mondjak. Igen. De mégis erőt adott az, ha édesapám ezt vállalta, és édesanyám is, akkor... És az Istenre találásod mégis egy személyes dolog volt az életedben, de először szeretném most Ildit kérdezni ez ügyben, hogy ugye nem keresztény családban nőttél fel, és mégis te találtad meg Istent, vagy ő talált meg téged erről, hogyha? Hát ő. Nagyon ő. Igen. Elnézést. Hogy történt ez? Hát kicsikoromban, én azt gondolom, hogy én nagyon kereső ember voltam. Mondjuk kicsikoromban ez úgy mutatkozott meg, hogy matek dolga után este lefeküdtem, és ó, Istenem, segíts meg, hogy lehetőleg jó helyet kapjam, de hát nyilván ez már akkor késő volt. De mégis egyfajta nyitottságom volt a természet feletti felé. És abból indultam én ki, hogy nem létezik, hogy itt a Földön élünk, meghalunk, és utána semmi. Tehát ennek az életnek kell, hogy folytatódjon valahogyan, kell, hogy egy nagyobb célja legyen, mint az, hogy itt a Földön a mindennapokban megtesszük a dolgunkat, és aztán kalapkabát elföldelnek bennünket, és vége mindennek. És én kerestem, tehát én menni akartam a reformátusokhoz, mi van ott? Konfirmáció. Igen.
És akkor még Laci csak az én barátom volt, akkor még így nem ismertük Istent, egyáltalán nem fordultunk oda. Mondta, hogy ugyan, ne szórakozzál már, ő masszív ateista volt. Ő masszív. Jó, hát ha te mondod, akkor nem, de ezt én nem hagytam abba ezt a nyitottságot, nem zártam be. És a Zeneakadémián 90-ben az egyik klarinétos fiú, aki remekül klarinétozott, bizonyságot tett Lacinak egy zenei táborban, és ott megfordult. Uh-huh. Ő átadta az életét. Én itthon voltam, nem voltam abban a táborban, és ő hazajött, és láttam, hogy azért ő egy más ember lett most. Visszafogottabb, tehát kicserélték. Kérdeztem, mi történt? Ekkor már férj és feleség voltatok, nem? Nem, ekkor még együtt, nem. Igen, uh-huh. együtt voltunk, uh-huh. igen, barátok uh-huh. voltunk. És ő nekem nem mondott semmit, hogy mi történt vele, hanem benn gyakoroltam a zenekarban, és akkor beküldte hozzám a klarinétos fiút. Hogy mondja elő inkább, mert én biztos, hogy aha. ki leszek akadva, hogy persze, én kerestem előbb, és mégis te találtad meg igen. hamarabb. És akkor bejött a fiú, elmondott mindent, hát nekem több se kellett, hát teljesen egyértelmű könnyek között átadtam az életem, hát végre valaki elmondta az igazságot, hogy mi értelme van az életünknek. És így megtértünk, és tulajdonképpen egy Mahanaim nevezetű gyülekezetbe tértünk meg. Uh-huh. Ott azt gondolom, hogy ott a Zeneakadémián akkor ébredés volt. Tehát hmm. nagyon sokan megtértünk, hmm. nagyon sokan elfogadtuk Jézust, uh-huh. és volt egy kis házi csoport jellegű összejövetel hetente, és uh-huh. Holló Miki vezette azt uh-huh. az összejövetelt, tehát hatalmas, uh-huh. nagyon nagy élmény volt, és nagyon csodálatos emlékeink vannak erről uh-huh. az időszakról. És később összeházasodtunk, uh-huh. és így hát indultunk el közösen. Igen, beintegrálódtatok a igen. Krisztus királyságába. Abszolút. Ez csodálatos igen. dolog, igen. Volt egy személyes Isten élményed. Hogy történt igen, ez? Hát volt a gyerekkorom, a uh-huh. 14 éves koromig, amikor azt tettem, amit a szüleim tettek, és én azt elfogadtam, mert jó volt, és jól éreztem a bőrömben magam. Tehát azért, ahogy kamaszodtam, akkor azért már egy kicsit másfelé is nézelődtem, és más behatások is értek. Nem akartam én semmilyen szélsőséges dolgot, csak kerestem uh-huh. a helyemet, uh-huh. hogy akkor most ezt így, vagy úgy, vagy hogy is, és a bátyáimat is, nővérem életét is láttam, hogy azért mindegyik megküszködte a maga harcát, és hát úgy vártam, hogy majd valami kikristályosodik bennem, és az én megtérésem úgy történt, hogy egyszer én nagyot hazudtam az édesapámnak, úgy, hogy én sose tudtam hazudni. Édesanyám mindig mondta, hogy amit most akarsz mondani, nem mondd ki, mert nem igaz. Jó. És minden csibészségben benne voltam, hazudni tényleg nem tudtam, de azon kívül. Uh-huh. fiúkat is lepipáltam, uh-huh. mert kellett, mert csak így fogadtak el. Életben uh-huh. kellett maradni valamit. Igen, uh-huh. abszolút. Uh-huh. És akkor én nagyon csúnyán hazudtam édesapámnak, aki hozzám különben is nagyon közel állt. Uh-huh. És az meg, hogy ő nem, tehát rögtön tudta, hogy nem igaz, amit mondok, és nem szólt semmit. És egész estig hagyta, hogy én higgyem azt, hogy milyen ügyes voltam, uh-huh. és akkor este odajött hozzám, uh-huh. és mintha valami nagyon jót tettem volna, olyan szeretettel, nem azt, hogy azt mondta, hogy jól tetted, hanem, hogy nem uh-huh. kezdte, hogy fiam, csalódtam benned, és uh-huh. tehát, hogy nem ez volt a reakciója, hanem leült mellém, és átölelte a vállamat, és azt mondta, hogy nem akarsz valamit mondani. Na hát innentől kezdve akartam valamit mondani, illetve nem tudtam semmit mondani, mert zokogtam. És akkor beszélgettünk, és mondta, hogy ez nem megy egyedül, tényleg nem megy, próbálod, de nem, mert mondtam, hogy de én nem is akartam. És akkor szépen átadtam a szívem az Úr Jézusnak, és ő mondta, hogy Jézus Krisztussal megy egyedül, mindig kudarc. És én akkor megtértem, 16. éves voltam akkor. Elképesztő bölcsesség volt. Igen, igen. Igen, szóval ez egy csodálatos istenkép. Uh-huh. Úgyhogy, ha egy picit most fordíthatnánk és beszélhetnénk arról, hogy milyen az Isten valójában.
erről tudtok nekem, hogy most milyen istenképetek van, vagy esetleg, ha volt rossz istenkép, azt arról is szívesen hallanék szerintem a kedves nézők is, hogy tudjuk ezt, vagy hogyan változik az évek alatt az istenképünk. Nekem először nagyon rossz volt, nem tudom, Ildikó, te hogy voltál ezzel? Ez egy kicsit visszanyúlik a családhoz, apukámhoz. Nagyon-nagyon szerettem őt, de ő olyan ember volt, és hangsúlyozom, hogy nagyon szeretem, aki ígérgetett. És nekem az Isten képemben egy gyökeres változás volt szükség az ígéretekkel kapcsolatban. Wow. Tehát én azt gondoltam, hogy a mi Istenünk csak ígérget. Tehát és mai napig oda kell figyelnem, hogy ez nem ígérgetés, hanem Jézus Krisztusban minden igenné és ámenné lett. És ez egy ígéret, és ez megvan. Tehát ez hit által birtokba lehet venni. Szóval ez nekem egy nagyon fontos dolog az életemben. Az Isten képen, tehát nagyon szeretem édesapámat. Én azért visszavezetem, hogy nagyon sokat jelent, hogy milyen egy az apa a családban. Hát igen, ezt a példát ott láthatjuk, igen. Tökéletes. És igen, tehát így ez a terület, amikor kezdett egyenesbe jönni, akkor én egy nagyon vidám Istent képzeltem el, mert édesapám rengeteget munkázott. Nagyon vidám Istent képzeltem, egy nagyon a végletekig megbocsátott, aki mondhatnám, hogy nem következetes. És azt gondoltam, hogy sok minden belefér. És aztán rá kellett jönnöm a saját, nyilván az igét is, tehát hallottuk, olvastuk, tanulmányoztuk, de a saját bőrömmel is meg kellett tapasztalnom, hogy ez nem így működik. Tehát vannak, és most nem az ószövetségi törvényekre gondolok, hanem törvényszerűségek, amiket be kell tartani, mert enélkül nem fog működni. Sem a hitem, én azt gondolom, hogy akkor egy hamis Istent ismerek meg, tehát az Isten ismeretem sem. Tehát egy rossz irányba indulhatok el, és akkor... Tehát ezeket így számba véve most én azt mondanám, hogy ott tartok, hogy egy fantasztikusan hűséges Istenünk van. Mondhatom, hogy ezt miért tapasztaltam? Én 2013-ban beteg lettem, mellrákot diagnosztizáltak, és akkor én azt gondoltam, hogy vége mindennek. Együtt sírtunk, rittunk a férjemmel. Eltemettem magam. Tehát, ami ilyenkor így természetes szinten az ember átfut. De miután eltemettem magam, rögtön megvallottam, hogy az én testem a Szent Szellem temploma, és semmi joga nincsen hozzám ennek a betegségnek. És így ezen a nyomon elindulva kikecmeregtünk ebből az egészből, de azt tapasztaltam, hogy Isten nagyon hűséges. Az embereken keresztül, a gyülekezeten keresztül. Az igen, abban, tehát mondjuk abban az időszakban eszeveszettül csüngtem rajta. Tehát azt tudtam, hogy ez a kiút, nincsen más lehetőség, csak az igen meg Isten közelsége. És akkor így kievickéltünk, illetve azt gondolom, én evickélésnek éltem meg, de a környezetem azt mondta, hogy semmit nem vettek észre. Wow. Tehát, hogy nyilván az embernek kiúlik a haja kezelések miatt, stb. Tehát paróka volt, és amikor jól éreztem magam, akkor mentem a churchbe, szolgáltam, tehát így tényleg nem sok mindent vettek észre. Az otthoni dolgokat csak az otthoniak tudták, de hát ez az rendben van. És azt tapasztaltam, hogy minden területen, tehát ilyenkor anyagilag is az embernek jön egy vákum, mert nem tud dolgozni. És a gyülekezet és emberek, magánemberek és testvérek segítőkészek voltak rendkívüli módon. Tehát ezen keresztül is annyira megtapasztaltam az Isten szeretetét, hogy amikor így, most lehet, hogy kicsit morbid lesz, amit mondok, meggyógyultam, és már minden kezelés abban maradt, és teljesen fit voltam, és erős, akkor kicsit sajnáltam, hogy most vége lesz ennek az időszaknak. De annyira, értsétek jól, annyira körülvettek az emberek a szeretetükkel, hogy lubickoltam. És ezen keresztül is nekem az Isten jósága jött le. Tehát akkor nem egy paradoxon ez, hogy nehézségek történnek az életünkben, ahogy ezt elmondtad, és mégis ott az Isten jósága. Abszolút. Eszter... Mondjuk nem volt könnyű meglátni. Hát abban a helyzetben nem volt könnyű meglátni. Eszter, ez nálad hogy zajlott? Hogyan láttad meg a nehézségek között az Isten jóságát? Hát először az én Isten képem az volt, ami az édesapám. Voltak szabályok otthon, amit illett betartani, ha kicsúsztunk belőle, le kellett rendezni, le volt rendezve, nem lett felhánytorgatva újból és újból. Olyankor együtt imádkoztunk,
egy-egy ilyen eset után, és ugyanolyan szeretettel ment tovább az élet, és ha valamelyik testvérünk kezdte, hogy te beszélsz, te így, meg úgy, akkor szépen lehintette, hogy ez nem így működik, az Úr Jézus elfelejtette mindent, akkor te milyen jogon emlegeted ezt, és ez így volt. Akárhány éves korom még, aztán édesapáméknak ez a, egy édesapámmal, mikor történtek ezek a dolgok, akkor nagyon elgondolkoztam, de látva az ő erős hitüket, akkor az erősödött meg bennem is, hogy igen, Isten most is szerető édesatya, és ezzel tudtam tovább indulni a megtérésem után, hogy akkor is, ha. És aztán hát az életembe jöttek különböző nehéz szakaszok, amikor Isten elengedett odáig, hogy már nem is láttam, nem is hallottam, hogy szólna, hogy mutatna valamilyen utat. Elkezdted a zeneakadémiát? Elkezdtem a főiskolán tanulni, és akkor egy hosszantartó, súlyos betegség, mindkét petefészkemen ciszták voltak, de folyamatosan, és ez hormonálisan úgy felborított, hogy amikor 5-6 hónapig ez nőtt, akkor én a nevemet se tudtam leírni, már semmit, tehát memorizálni semmit nem tudtam, és így jártam még másfél évig, mert a tanáraim nagyon bíztak bennem, és nagyon akarták, hogy majd ha rendbe jövök, majd akkor, tehát vizsgahalasztásokat kaptam folyamatosan, hogy ne, mert nem tudtam, látták ők is, hogy... És amikor ez rendeződött, akkor megint 2 hét alatt ugyanaz voltam, mint előtte, de már következett is a következő, és akkor ez így ment, és hát az orvos megmondta, hogy ezt, ha egyáltalán gyógyítható, vagy rendbe jön, akkor úgy lenne, hogyha szülnék egymás után több gyereket, hogy felejtse el a... Szót fogadtál. Ez kizárja annak a lehetőségét. És mivel tanulni nem lehetett, hát én nagyon összeomlottam, mert én a zenén kívül semmihez se értettem. Semmihez, tényleg nem. Mindent megtanultam, mert lány voltam, egy lány, és különben is. Már a 3 nagyobbtól én az összes verset tudtam, meg mindent, szóval nem igazán. De az, hogy most ennek vége, az egy picit megingott bennem, hogy akkor most mi legyen. És hát sok küszködés és sírás után elővettem egy papírt, és azt mondtam, hogy Istenem, akkor ha azt nem csinálhattam, amit akartam, és nem tudom miért nem, mert tőled kaptam a tehetséget, és mindent most meg elveszed, jó, de akkor itt ez a papír, én aláírom, nem tudom, mit fogsz helyette adni, de akkor legyen úgy, ahogy te akarod, és én azt akarom, hogy azt az utat járjam meg, de fogalmam sincs, hogy mi legyen. És ez a papír még most is megvan. Wow. Nem régen találtam meg, és nagyon örültem neki. Egy üres papír van az aláírásom, hogy legyen úgy. Nem tudom, hogy, de legyen úgy. És később nagy szükség volt rá. Közben már a férjem, vagy akkor nem a férjem, már megkérte a kezem, tehát a diploma után esküvőt terveztünk, és akkor így az iskola abban maradt, én férhez mentem, és hát sok-sok kezelés, meg minden után, 2 év után aztán megjött az első baba. És 1 év és 1 nap után megjött a második baba, amit... Rendben van azért, igen. Amit, ez volt András, igen. Akit minden áron el akartak vetetni, mert ahol laktunk, 5 gyerek volt rubeolás. És én akkor voltam 3 hónapos terhes, és mondták, hogy ezt nem lehet megszülni, mert vízfejű lesz, dongalábú lesz, süket lesz, béna, szóval... És mondtam, hogy nem. De hogy én nem szülhetek az államnak fogyatékos gyerekek. Mondtam, hogy nem is fogtam az államnak, én ezt Istentől kaptam. Ha egészséges lesz, megköszönöm. Ha nem lesz egészséges, azt köszönöm meg, hogy az Attila fiamnak a testvérkét ad. Hát arra nem is gondoltam, hogy még lesz gyerek. Úgyhogy az András így született meg, és akkor utána még 3 fiú. Úgyhogy 5 fiú született egymás után, és tényleg nagy szeretetben, békességben éltünk, sokféle problémával, de
De az Isten képem az, az már nem az volt, mint gyerekkoromban, mert már a próbák jöttek, de, de volt egy szikla, amin tudtam állni. Az Isten kép az, az változhat, és hogy változik szerintetek? Most talán nem tudom jobban megkérdezni, pozitív irányba változik az Isten képünk. Vagy, mert nagyon sok embernek negatív irányba változik. Mitől változott, inkább akkor azt így mondanám, hogy mitől változott pozitív irányba az Isten képetek, amikor egy csomó nehézségen mentetek keresztül. Ez így érthető, ez hogy a kérdés? Én nekem úgy változott az Isten képem, hogy rájöttem sok minden, hát ez kicsit később volt már, amikor újabb nehézség adódott az életemben. Nehézség, hát földrengés, nem nehézség. Az öt gyerekkel egyedül maradtam, és ezt én mindenkiről el tudtam gondolni, csak a mi házasságunkról nem. Nekem egy nagyon jó férjem volt, nagyon komoly, istenfélő ember, és nagyon sokat tanultam tőle a hit dolgában, és valahogy egyszer csak elengedte a kezünket. És akkor mint egy földrengés, összeomlott minden, és akkor nem tudtam, hogy most hogy kell tovább lépni, és mit kell az üres papírral csinálni ilyenkor, amire azt írtam, hogy amit te jónak látsz, Istenem, azt én aláírom és elfogadom, mert ezt nem tudtam elfogadni, nem is hittem el, hogy ez véglegesen így marad. De amit ebben az időben átéltem, az olyan szoros kapocs lett Isten és közöttem. Amiről Ildikó beszélt. Pontosan. Ami az Isten képemet nem úgy formált át, hogy nekem ilyen Isten nem kell, hanem nincs más út. Minél nagyobb pusztaságba kerültem bele, annál inkább éreztem, hogy csak vele. Ezt egyedül nem bírom ki. Nem tudok. Mit mondok a gyermekeimnek, hogy én, aki mostanáig azt mondtam nekik, hogy Isten szeret, Isten velünk van, Isten gondoskodik rólunk, Isten megáldja az életünket. Ugye ezt meg kell tapasztalni, ezt nem kell mondani, ezt meg kell tapasztalni nekik is, mind az ötüknek. De hogy élek én eléjük. És akkor eszembe jutott édesapám, meg édesanyám, hogy az ő nehézségükben ők hogy éltek elém. És elénk az ő életüket, az ő hitüket. És akkor ez megerősített, hogy nem tehetek mást, és emlékszem, hogy volt olyan, hogy egyszer András kérdezte meg, hogy miért sírsz, édesanyám, mindig azt mondtad, hogy te ezt elfogadod Istentől, akkor miért sírsz? Mondtam, hogy mert a lelkem, az szenved. A hitem, az pedig stabil. De lelkem van, és én sírok, mert olyan veszteség ért, amit nem tudom, hogy lehet átélni, tehát sírok, de a hitem az ugyanúgy szilárdan ott van, és tudom, hogy Isten kezében van a ti életetek is, és az enyém is. Akkor is, ha én egy gyenge asszony vagyok, és én nem tudok apa is lenni, meg anya is. Hát hisz nem erre vagyunk itt. Igen. Tehát, és én ezt megbeszéltem velük, hogy vagy összefogunk, és akkor akkor talpon tudunk maradni. Tudtam, hogy a gyülekezetünk nagyon imádkozik, a szüleink imádkoznak értünk, és igen, volt egyszer egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy bedobom a törülközőt, mert nem megy. És akkor az volt bennem, hogy és amikor ima órán ott imádkoznak érted, akkor te az ő hitüket akarod. Ők bíznak Isten, vagy téged meg fognak erősíteni. Te meg azt mondod, hogy én már nem bírom tovább. És akkor ez kijózanított, hogy ez nem nem kívánságműsor, hogy bírom vagy nem, de másképp viszont nem bírom, csak ha teljes egészében. És akkor azt mondtam, hogy itt vagyok Istenem, nem tudom, hogy kell öt fiút nevelni. Az, hogy volt négy fiú testvérem, az akkor én ezt nem figyeltem, hogy kell fiúkat nevelni. Most meg nem tudom. Gyerek státuszban volt. Igen. Nem tudom, hogy nem lesznek anyám asszony katonái, hanem érett férfivá kell, hogy nőjenek. És nagyon-nagyon sokat
kellett imádkoznom, mert egyik lépés után a másik, ugye ők is aztán, ahogy nőttek, pályaválasztás, mentek sorba a Zeneakadémiára, minden ezzel járó nehézség is, meg bizonytalanság, jó helyre engedem őket, szóval nehéz volt. És ez olyan... Tenni gondolom, igen. És én nem voltam egy olyan döntős. Én nagyon szerettem, hogyha mindent megbeszélek a férjemmel, de a döntést mindig rábíztam, jó szívvel. Wow. Tehát nekem ez jól esett, ahhoz ragaszkodtam, hogy én is hagyd mondjam meg a véleményemet, akár egyetértek vele, akár nem. De az egyáltalán nem volt nekem szükséges, hogy a végén tudtam, hogy az, akkor az az ő felelőssége a döntés, én nem befolyásolom, de hagyd mondjam meg a véleményemet. És utána nekem dönteni mindenben kétségbejtő volt számomra, és még erősebben kellett kapaszkodnom Istenbe, és még erősebben, és így formálódott át az Isten képem, hogy Chambersnek van egy ilyen angolból vett fordítása a Jobb könyvéből, hogy ám bár megöl engem, mégis bízom benne. És én ezt nagyon szeretem, és én abban az időben mindig valamit kiírtam magamnak az ebédlő szekrényre, és annyi erőt adott, hogy ezt meg lehet élni. Meg, és... Egyre közelebb Istenhez. És így változott az Isten képem. Aztán még ugyabb. Kedves lányok, mind a ketten ilyen nagyon tehetséges zenészek vagytok. Azt is mondtátok az előbb, hogy nem is igazán értetek máshoz. Mégis volt egy jó pár év, azt, ha jól emlékszem, Ildik, azt mondtad, hogy 13 évig otthon voltál, vagy 11? Igen, vagy 11. 11, oké. Hát az a pár év már... Egy-két év már ide-oda, nem számít. Ma ez nem annyira bevett szokás a hölgyeknél, hogy otthon maradunk, félretesszük az ajándékainkat, és otthon maradunk, és anyák leszünk. Hogy sikerült ezt az időszakot megélned? Én ezt nagyon-nagyon tudatosan csináltam. Nekünk az Olivérünk nagyon nehezen jött össze, az első gyermekünk. 7 évet vártunk rá, és megváltozott a körülményünk, eljöttünk egy helyről, és átmentünk egy másik gyülekezetbe. És augusztusban eljöttünk, és szeptemberben teherbe estem. Wow. Tehát valószínűleg lementek bizonyos terhek, amik miatt, én ezt nem tudom. Igen, és amikor már közeledett a szülés, előtte még Hawaii Dizsi napfény, volt, minden rendben volt, nagyon örültünk, hogy egészséges, hogy jól bírom. Tényleg 8. hónapban rohantam a busz után, tehát így abszolút tanítottam 8. hónapig. És akkor utána egyszer csak elgondolkodtam, hogy ezt a gyerek, ha én megszülöm, ez ott lesz. Annak ellenére, hogy nagyon vártam, de értitek? Szóval, hogy ezt most már itt senki nem fogja elvinni. Ez ott lesz, és nekem kezdenem kell vele valamit, és azt sem tudtam, hogy mit. Tehát az ember első gyereknél mit ad, látni sok mindent, de ő maga hát nem éli meg. És akkor tudatosan leépítettem magamban, az alatt az egy hónap alatt, nincs színház, itt kezdtem, nincs mozi, mondjuk nem is volt sok előtte sem. Tehát egyszerűen felkészítettem magam a bezártságra. Most ez így furcsának zik, gondolom, de hát mind tudjuk, hogy ez a van folyamat szó. Igen, volt igen, benned. Igen. És azt gondolom, hogy ez így nekem nagyon sokat segített, mert minden egyes plusz dolgot ajándékként éltem meg. És tudtam, hogy jön az a dolog, amire lehet, hogy el tudok menni, akkor úgy készítettem magam, és mondjam, a jobb kedvelt csináltam. Tehát nálam így zajlott ez. Hogy jöttek a gyerekek igen, sorba? Igen, pont ezt akartam mondani. A Matyikámat nem terveztük. Gondoltuk, nagyon nehezen estem teherbe, Oliverrel is. És hát másfél év múlva megszületett a Matyikám. Matyi, ugye most már férfi ember. Csak ne lássa, ne hallja, igen. És utána 4 évre az ő születése után megszületett az Oliviám. Hát, igen. Csodálatos ajándék. Vele kapcsolatban elmondhatok egy bizonyos beleidő? Természetesen, hogyne. Jó. Mind a három gyermekkel, tehát az Olivér ígéretként jött, egy évvel mielőtt teherbe estem, az Ószövetségben a Sámson anyukájának mondja az Úr angyala, hogy egy év múlva megfogansz és fiat szülsz. És pontosan egy évre, miután ezt az igét olvastam, és boing, valóban fiat szültem. A Matyimmal úgy voltam, hogy hát sajnos nem nagyon tudtam vele foglalkozni, mert az Olivér minden időmet lekötött, és egyszer csak álltam a tusart, és mondom, hogy
Istenem, hát én semmit nem tettem ezért a gyermekért. Olivernek énekeltem, mesét olvastam már a hasonba, tehát nagyon körülvettük a szeretetünkkel. Amennyire csak tudtuk, és amúgy a negyedésre jutott. És tényleg, hát én nyilván, tehát így a szívemben éreztem egy ilyen gondolatot, hogy nyugodj meg, majd én gondot viselek róla. Vele ez így nagyon erős. Az Olivián pedig nagyon, nagyon fiút vártam harmadikra. Nagyon. Hát úgy voltam, hogy majd megy a büszke anya a három fiával, és mindenki csak majd néz utána, hogy és kiderült, hogy kislány lesz, és tudom, hogy butaság, de az ember nem tudja a szívét meghazudtolni. Uh-huh. Egyszerűen nem tiszta szívből nem tudtam elfogadni. Uh-huh. És már eljött volna a szülés ideje, és nem fordult be, a kicsi lány keresztbe volt. Uh-huh. És akkor az Úr adott nekem egy álmot, uh-huh. hogy megszületett, és én annyira határtalanul boldog voltam, hogy ilyen boldogság, hogy sem azelőtt, sem addig, sem utána sem fogok élni, valami mennyei dolog lehetett, hogy nem tudom, tehát tényleg semmihez nem tudnám hasonlítani. És akkor megfordultam itt is, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy lányom lesz. És előtte való nap voltunk az orvosnál, és mondta, hogy nem fog befordulni, és pénteken megcsászároznak, ez hétfőn volt. Hétfőn este bocsánatot kértem az Úrtól, a kicsi lánytól, és akkor már mindig járni kell, kontrollra, mert két héttel túlhordtam. És vizsgál az orvos másnap, elnézést, és mondja, hogy hát azt hiszem, hogy ennek a kislánynak a feje ott van, ahol lennie kell. Mondtam neki, hogy jó, hát én ezt elhiszem, de azért egy ultrahang biztonság kedvéért. És tényleg is aznak megszületett. Hmm. Tehát, hogy... Ez csodálatos. Igen, így vagyok én a gyerekeimmel. Igen. Ahogy hallottuk a Eszter történetéből, hogy öt fiúnak adtál életet, és igazából volt egy másik baba is, de arra szeretnék most rákérdezni, hogy amikor így egyedül maradtál, azt említetted, hogy nagyon nehéz volt, és a nagyobbik fiú lépett abba a szerepbe, hogy gondoskodjon a családról. Elment Németországba, és ott dolgozott, és minden hétvégén járt haza. Mi ennek a sztorinak a vége? Mert azt gondolom, hogy a legnagyobb sztori egy anya életében, hogyha, de nem én akarom elmondani, mert hiszem, igen, hogy segíteni fog másoknak. Én kézzel lábbal tiltakoztam, hogy ő elmenjen. Mondtam, uh-huh. hogy Isten eddig is gondoskodott uh-huh. rólunk, ezután is fog. Nem menj Németországba, és biztos voltam, hogy nem is mehet, mert hogy katonának behívták. Uh-huh. Igen. És akkor ő írt egy levelet, nem tudom kihez, a honvédségnél, oh, okay. uh-huh. hogy neki van még négy testvére, és ő szeretne segíteni, felnevelni. Tehát, hogy ő segíteni szeretne, és adjanak neki évhalasztást. Tehát nem uh-huh. azt mondta, hogy nem akar katona lenni, évhalasztást adjanak neki, két évre mehetett ki, akkor ez volt a módi, hogy két évre adtak munkavállalási engedélyt, és akkor ő két év után pedig hazajön, és akkor letölti uh-huh. a katonaságot. Biztos voltam, hogy nem fogja megkapni. Megkapta, elment, és valóban hetenként jött haza, és a húroktól, a nádaktól kezdve, ami a többi uh-huh. gyereknek ugye kellett a konziban, meg a zeneakadémián, meg a főiskolán, mindent hozott, cukrot, meg gyümölcsjoghurtot, és hiába mondtam, hogy Attila, nem, ezt ő így vállalta. Uh-huh. És egyszer egy ilyen szombati napon jött hazafelé, megrakott autóval, és reggel a rendőrség csöngetett, hogy itt lakik-e a család, és akkor közölte, hogy autóbalesetben meghalt. Itt szembejövő BMW-be elaludta a sofőr, és éjszaka jött, és uh-huh. átment az úton, és belerohadt. És az autóba Attila utazott, és hát mivel ugye a többi testvére mind zenész volt, ő hangszerkészítőnek készült, és mindig hozott haza a kurzuson kint levő lányokat, ha megkérték, hogy most uh-huh. mennénk mi is haza Magyarországra, uh-huh. hogy ha te mész haza, és akkor sokszor Andrássék osztálytársait, meg nekem kolléganőmnek a lányát, és akkor két iker kislány volt még, nem kislány, hát két iker lány az autóba.
meg egy hegedűs, másik hegedűs lány is, aki Attila mögött ült, az a lányka rögtön meghalt Attilával együtt, a másik kettő kirepültek az autóból, ők megmaradtak. Uh-huh. Úgyhogy még amellett, a nehézség mellett is, hogy az én fiam meghalt, még az is, hogy de meghalt egy másik lány, aki egy cigány család volt. Nagyon tehetséges lány volt, nagyon kimagaslóan tehetséges, és én úgy mentem el a rendőrségre, hogy engem ott agyon fognak verni, mert hát én tudom, hogy ott azért sok helyen még van ez a szemet szemért, fogat fogért, és úgy mentem oda, hogy hát ha agyon vernek, igen. Én nem tehetek róla. Nyakamba borult a hölgy, átölelt, és sírtunk mind a ketten. És hát ez egy nagyon nehéz út volt megint, hogy most Isten teljesen magamra hagyott. Először a párom, most a gyermekem, mi maradt nekem? Jó, persze, ott a másik négy gyermekem, de szóval, hogy mit rontottam el? Vagy miért mások bizonyságot tesznek, hogy hú, beteg volt a gyermekem, imádkoztunk, és az Úr meghallgatott, és meggyógyult, és halleluja. Én hiába imádkoztam, a párom nem jött vissza, hiába imádkoztam, a fiam nem támadt fel. Nagyon nehéz volt. Hogy sikerült a vádlást? Hát két dolog volt. Az egyik az, hogy volt egy nagyon kedves barátja édesapámnak, aki mivel a szüleim Miskolcon laktak, telefon akkor még nem volt nálunk, úgyhogy nem tudtunk. És akkor a barátját, egy orvos barátját kérte meg, hogy nézzen rám, és hát nagyon jó volt minden második héten, tanítás előtt ott voltam náluk, és tejszínhabos kávéval fogadott, hogy először a testem legyen valahogy rendben, és azután mindig volt egy kedves ige, ami nekem szólt, ami az én állapotomra szólt, ami arról szólt, hogy nem hagy el, mikor vizen mégy át, veled vagyok, ha a tűzben nem égsz meg, és mindig azt mondta, hogy nem az van a Bibliában, hogy nem fogsz vízbe esni, meg hogy nem lesz tűz, de veled vagyok. És a másik biztatásom pedig az volt, hogy azt mondta, hogy soha ne engedd meg magadnak, hogy úgy néz magadra, mint egy elhagyott asszonyra. Hanem Isten szeretett gyermekére. És hát először nem igen tudtam vele mit kezdeni, hogy könnyen beszélsz te. És nagyon nagy segítség volt. És lépésről lépésre azt elfogadni, hogy mindennek ellenére én Istennek egy szeretett gyermeke vagyok, akinek a szeretetét most nem úgy mutatja meg, mint X-nek, Y-nak, hogy imádkoztak, meggyógyult, imádkoztak, autóbaleset volt, de megúszta a gyerek, meg sok-sok ilyen eset van, és hála Istennek, hogy van. De ha nekem most más utat adott, háboroghatok, vagy hátat fordíthatok neki. De nincs más út. Tehát ha talpon akarok maradni, ha én belül egészséges személyiség akarok maradni, ami már eléggé ingott, akkor nincs más út, mint ebben az Istenbe, vagy ebbe az Istenbe belekapaszkodni, aki most egy olyan pusztai úton vezet, ahol nem látom, nem hallom a hangját, nem érzem, és mégis bízok. És ez egy nagyon hát nem tudom, hogy kell mondani, hogy ne, hogy te is mondtad, hogy ne legyen félreérthető, hogy egy nagyon áldott állapot, hogy Isten sok mindent elvett, sok mindent engedett az életben, hogy nem. Látszólag az imádságok nem hallgattattak meg, viszont belül olyan hát kegyelmi állapotot éltél meg. Igen, köszönöm, mert azt nem mondhatom, hogy erőssé lettem, mert nem vagyok erős, hanem így, ahogy mondom. Tehát Istennek a kegyelme olyan közel jött, és olyan kézzel fogható, amit ezek nélkül biztos, hogy soha nem értem volna el. Senkinek nem kívánom, hogy ezeken menjen keresztül, de Istennek megvan mindenkihez a maga útja, hogy tud közel kerülni, ilyen közel. Mert amíg
A párom ott volt mellettem, reggel kinyitottam a szemem, a karommal őt öleltem át. Uh-huh. Most nincs más, akkor... És akkor jött az a gyógyulási folyamat, hogy zenész lévén, ugye az én édesapám is nagyon sok, nagyon szép evangéliumi szöveget, verset írt, és a férjem is. És kínomba elkezdtem, és a túrmezei versek, amik ilyen szenvedéses utakról szóló, és mégis Isten dicsőítő versek uh-huh. voltak, elkezdtem megzenésíteni azokat, és aztán... Mai zsoltárok. Uh-huh. És aztán sírva uh-huh. énekeltem, mikor senki nem hallotta. Igen. Uh-huh. És ezek gyógyítottak, és tulajdonképpen a magam bőrén tanultam meg, hogy a zene az egész máshova hatol, mint a szó, a beszéd. Uh-huh. Rengeteg ige verset tudtam, uh-huh. nagyon sokat. Nem azt mondom, hogy nem jelentett semmit, sokat jelentett. De amikor megzenésítettem azt, hogy kinek szíve rátámaszkodik, megőrzöd az teljes békébe, és ezt zokogva énekeltem a zongora mellett, az nem ide, de még csak nem is a szívemig, hanem a zsigerekig hatott. Mm-hmm. És nagyon sok ének született abban az időben így, mm-hmm. és nagyon sok gyógyulás jött mm-hmm. ebből. Mm-hmm. Akkor most egy kicsit beszéljünk, a 10 percünk van, hogy kicsit össze kell szednünk munkat, hogy arról is beszéljünk, hogy a zenei pályátok most hogy áll. Eszter már belekezdett ebbe, Ildikó, én nagyon sokszor láttalak Isten dicsőíteni, és ez fergeteges élmény a számomra is. Hát Isten kegyelme. Isten kegyelme, ez is. Viszont ez egy olyan ajándék neked, amivel tényleg tudod szolgálni a Krisztus gyülekezetét. Mi történik, amikor dicsőít? Benned mi történik, amikor dicsőíted az Istent? Annyira változó. Mondhatom? Igen, persze. Igen. Most például volt hétvégén, most vasárnap a gyülekezetben egy dicsőítő est, uh-huh. húsvét tiszteletbeli alkalmából, és mindenki mondta, hogy egyszerűen, tehát a fiatalok beindultak. Ez azért már egy mérő zsinór, vagy egy mérce lehet, hogy tehát nagyon SMS-ek jött, egy visszajelzések mindenkinek uh-huh. közülünk, hogy mennyire remek volt. És én úgy éreztem, hogy teljesen kívül vagyok az egészben. Aha. Tehát ott helyben semmit nem uh-huh. éltem át, nem éreztem meg. És másnap jöttek a gyümölcsök. Uh-huh. Még inkább kedvem volt igét olvasni, még inkább közelebb uh-huh. éreztem magam Istenhez. Tehát ez annyira furcsa, hogy az ember néha kívülállóként éli meg, csupán egy csatorna, de tényleg. Igen. Néha meg úgy bocsánat, úgy vagyok vele, hogy tehát éneklek mondjuk egy dalt, igen. és közben jön egy szó. Uh-huh. Ha azt hittel a megfelelő helyen elkezdem mondani, utána jön a többi, kéneklem uh-huh. a többit, akkor pontosan tudom, hogy az is független tőlem, ne értsetek félre, azt gondolom, de ahhoz kellett az, hogy meglépjem, hogy én oda azt ott most uh-huh. elkezdjem, egy bátorságot kellett mennem, és elkezdtem. És pontosan tudom, hogy mi fog történni, és hogyan, és a részese vagyok, és fantasztikus. Uh-huh. Szóval ez nagyon-nagyon változó, úgyhogy uh-huh. mindenért tényleg, tehát én semmit nem tettem ezért. Uh-huh. Tehát Istentől kaptam, és a legjobb tudásom is tényleg szívem indulata szerint igyekszem, hogy kamatoztassam amennyire. Csak és az erőmből. Igen. A hétköznapi életben is tanítasz? Igen, tanítok. Magyar? Hajnal énekstúdióban. Hajnal énekstúdióban. Igen. A vezető énektanárnak a neve a Magyar Hajnal. Értem. Tehát semmilyen politikai szervezetkel nincsen kapcsolatban. Ezt nem mondtos. Nem tudtam én sem hol tenni, hogy kerekedik a szentek. És hát 5 éve vagy 6 éve talán itt dolgozom. Nagyon élvezem. Uh-huh. Épülünk egymásból a növendékekkel, szóval ez... Éneket ilyen... tanítasz. Igen. Uh-huh. És zongorát? Nem. Zongorát nem. Uh-huh. Nem. Uh-huh. Mivel csellista voltam. Igen, és a férjed is zenész. Igen, szintén zenész. Szoktatok uh-huh. együtt zenélni? A dicséretben. Dicséretben. És ez a kamarazenekaros pálya, igen, az megmaradt, vagy? Nem maradt nem. meg, azt abba hagytam, mert rengeteg turné volt, és külön voltam uh-huh. a férjemtől, és ez nem szült jó gyümölcsöket. Uh-huh. Én akkor még nagyon fiatal hívő voltam, ugyanúgy visszamásztam a dohányzásba, italozásba, tehát ami egy ilyen turnén elfogja uh-huh. az embereket. Uh-huh. És akkor úgy döntöttünk, hogy ez így nem lesz jó. Uh-huh. És abban az időben még nehezítette a döntést az is, hogy ez volt az anyagi forrásunk. Uh-huh. Tehát ezekből jött a pénz, de úgy döntöttünk, hogy nem, ezt így nem. Uh-huh.
abba hagytam, és akkor utána jött ez a szolgálati lehetőség. Uh-huh. Mondjuk egy igét hozzáteszek még egyetlen perc, hogy nem tudtam dönteni, hogy igen vagy ne. És hogy éppen egy dél-amerikai turnéra készült a zenekar, hát mondom, fú, de buli, hát ezért még nem látott az ember, fiatlája. És ültem a villamoson, olvastam az igét, és a Máté Márk egyben van, hogy és azonnal ott hagyván hálóik, nem, és ott hagyván hálóikat, azonnal követék őt. Hó, mondom, ez így puf, teljesen becsapott, mint egy villám, és akkor lehet, hogy nem voltam elég bölcs, de rögtön ott azon a próbán megmondtam, hogy én nem csinálom ezt tovább, és nem értették. Hát mi hogy értették volna? És akkor nagyon sok kapcsolatunk meg is szakadt, mert hülyének néztek te is. De muszáj volt megtennem. Jó, lehet okosabban, de ez hogy így indult tulajdonképpen ez a... Köszönöm. Eszter, úgy kezdtük az elején, hogy sikertörténete, sikersztória az életünk. Én azt gondolom, hogy a nehézséget itek ellenére is ezt én így láthatom, aztán a kedves nézők majd eldöntik, hogy ők hogy látják, hogy a nehézségek ellenére egy olyan csodálatos életet éltetek, éltek mindketten. Egy néhány szót arról, hogy azért befejezted a zeneakadémiát. Igen, a gyerekek után már jóval és utána, befejeztem, vagy a most, diplomát megszereztem, aztán egy olyan kiváltságos helyzetben volt részem, hogy ahol lakom, a polgármester úr megbízásából egy művészeti iskolát hozhattam létre, aminek igazgatója voltam, nyugdíjba menése még, és hát nagyon-nagyon sok szép dolog történt ennél ott az iskolában. Ennél jobban volna. Igen, azt hiszem. És emellett még egy nagy ajándékot kaptam az életembe, azt, hogy 25 éve fogyatékos gyerekeknek zeneterápiás foglalkozásokat tartottam. Ezt hogy csinálod? Erről egy pár percet még mesélj nekünk. Hát nagyon nehezen kezdődött, mert túl mélyre ment a szívembe az a sok minden, amit ott láttam. De azt is láttam és tudtam a magam életéből, hogy a zene mennyi mindent tud egy picit szabadabbá tenni, azokat a belső görcsöket, és hát itt halmozottan és enyhén sérült, középsúlyos, értelmi sérült fiatalok vannak, tehát nem mozgáskorlátozottak, hanem értelmi sérültek. És próbálkoztam ezzel, azzal, amazzal, énekelni nem tudtak, szereztünk egy pianinót, annak nagyon örültek, én énekeltem nekik. Aztán ők is énekeltek, volt, aki egy fél évig így ült, és rám se akart nézni, és aztán utána már egyedül is hagy énekeljem el, És aztán valahogy talán egyszer egy baptista gyülekezetnek a csengető együttesét hallottam, és ez nagyon megtetszett nekem, és akkor hallottam, hogy Magyarországon is gyártanak elérhető áron ilyen csengetyűket, és akkor vettünk egy halom csengőt, és azóta a gyerekekkel, hát gyerekek, nem gyerekek, ők 30-40 évesek, de hát ilyen 8-10 éves, 12 éves szinten vannak. Azóta... Van egy ilyen zenekar? Van egy ilyen csengetyű együttes, és mostanáig nagyon-nagyon sok fellépésünk volt, nagyon sok helyre hívtak, Kolontáron, mikor volt a vörösiszap katasztrófa, mi voltunk az elsők, akik nem pénzzel mentünk oda, hanem a kórusom és a csengetyű együttessel elmentünk, és a templomba egy hangversenyt adtunk, és azt mondták, hogy ez minden pénznél többet ért, hogy a lelkükkel is valaki törődött. Hát nyilván utána aztán már sokan mentek még, de nagyon sok helyen felléptünk, és a gyerekeknek ez egy borzasztó nagy kilépési lehetőség, de a szülőknek is, hogy az a gyerek, akivel, ha megyek a buszon, meg a villamoson, lehülyézik. Miért nem nevelte meg, meg hát ahogy viselkedik, nincs ráírva, hogy sérült, és azért olyan. Annak most ott tapsolnak a színpadon, a Mon Parkba énekeltünk, rengeteg helyen. És az a szülő is gyógyul. Hát sajnos most tavaly és azt kifelejtettem, hogy a zeneiskola, a művészeti iskola mellett egy kórust is, ami nagyon hiányzott nekem, mert én nekem gyerekkoromban is volt kórusom. 12 évesen már televízióba vezényeltem a saját kórusomat, úgyhogy életemben nem láttam televíziót. Én nem tudtam, mi az. Nekünk nem volt, akkor még alig-alig volt. Akkor háztömbönként egy volt, és oda gyűltek össze. Igen, filmekből emlékszem. Igen, tehát én nem tudtam, mi az a televízió, de
12 évesen a saját kórusomat vezényeltem, és nagyon hiányzott, és aztán ez is megadatott, úgyhogy 24 évig egy vegyes kórust vezényelhettem, és hát most köszöntem el tőlük tavaly, és most pedig a fogyatékos gyerekektől, amit hát nagyon nehezen élek, meg én is, meg ők is. De már... Ez sikersztori. Egy sikersztori. Szóval én annyi ajándékot kaptam, amit az idejében nem kaptam meg, hanem Isten mindenre azt mondta, hogy add ide, add ide, add ide. És mikor én olvastam régen a Jobb könyvébe, hogy Isten jobban megáldotta Jobot az élete végén, akkor mondtam, hogy na ezt... Köszi. Köszönöm. És ezt, milyen igaz lehet? Ezt a lapot nem szeretem a Bibliámba, ne mondja, hogy elvette, elvesztette az összes gyerekét, családját, mindent, és akkor azt mondja, hogy jobban megáldotta. És még nem vagy az életed végén, így és van. Már most meg vagy áldva. Igen, így van. Igen, ez csodálatos dolog. És vagyok, hát ez nem látszik. És most lejárt a műsoridőnk, és azt gondolom, hogy nagyon értékes volt a számomra is, hogy veletek együtt lehettem, együtt tölthettem ezt az egy órát. És nekem megtisztelő volt, ezt a hallgatni, köszönjük, elképesztő. Köszönjük nagyon, szépen. Tényleg, és nagyon. És a Bojki fiúkról még igazából nem is beszéltünk, én mindig csak úgy tudtam, hogy a Bojki fiúk és az anyukájukat nem ismertem. Örülök, hogy megismerhettem, és csak szeretném mondani a kedves nézőknek, hogy köszönöm, hogy velünk tartottak, és remélem sikerült eldönteni, hogy igazából sikersztória a kedves vendégeim élete. És csak áldást kívánok mindannyiuk életére is, mert azt gondolom, mindannyiunk élhetünk egy igazán sikeres életet Jézus Krisztusban. Thank you.